Szavaztok, ez itt a Green Light. Na. Úgy látom, hogy ez is rendben van. Benyögtem egy kis újítást. Na nézegessük meg a Crypto Gamer harmadik adását, hogy mi is menjen most. Milyen játékot is keressünk. Hát ez a jó játékok rész. El is indítom a He-Man-t. Ebből már csináltam egy ilyen kis felvételt. Elég röhely. Pontosabban egy próbafelvételt csináltam belőle. Kíváncsi vagyok rá. Return, de... Be kell állítani a joystickot. Joystick. Enable. Oké. De szar. Ez zuhanás. Lekakil a sárkány. Most... Le tudjuk kardozni a kígyót? Nem. Nem bazd meg. Ó, ez a... Tehát néha nem fölfele megy, hanem ugrik. Ó, bazd meg. A kurva anyádat, most mi nem ugrottál? Ó, te... Ó, rohadjál meg! Bele az éjbe, te geci szájú! Ó, hogy azt baszott irányításba verjem bele! De most ugorj, te személy! Ó, te faszom! Try again. De hova ugrasz, te fasz? Hát... Istenem, ez okádik irányításról. Ezt nem lehet elkapcsolni, ezt a kapcsolót. Hát a platform rész, ez halál ennek a játéknak. De szó szerint mondom. Jaj, de ne! Tehát balra húzod a joystickot, és gyorsan fölfele rántod, úgy ugrik. Hát ez valami... Bele a nyílba, bazd meg. De miért ősz le át a másik platformról, te szemét? Ugrás, az! Body shield, Hűha! Thank you.
most lett elegem ebből a fosszar játékból. Na nézzük ezt. Jó idegesítő hangok vannak ebbe is. És így bólogat a fej, hogyha nem jó. Ide álltunk, ez úgy tűnik, hogy jó lett. Na. A koponya barlang. Tehát nem sokárhol kezd el ez ásni, úgy látom. Imádkozó rész, semmi. Jaj, baszki az anyádat! A kurva szádat. Ide bejutottunk. Na és mit kell itt csinálni? Jaj, ez autó... Hoppá. Már le is ment egy életünk, ott egy koponya. Hugo még hagyta két nyílet szangriát, basszátok meg, annyival aztán elleszek. Osztunk be még ilyen fostaligát is. Lesz mit iszogatni így a felvétel alatt. Semmit nem tud csinálni. Az ötletem nincs, hogy mert erről is van gameplayt kell majd valamikor nézni. Nem volna rossz kijátszani. Nem tűnik rossz játéknak, ilyen kis kalandjáték. Ilyen kis gondolkozós, puzzle-ösnek tűnik. Jó, grafika az okádék, de hát Istenem, komodoros játékról beszélünk. Annál az előfordul. Az, igen. Itt a sárkány, geci. Anyádat. Pofán köpött a dragon. Aha. Hát mit kell csinálni? Hát gyerünk vissza! Anyádba már! Na! Hát itt megjött a második életnek így a elégése. Úgy visszazár. Ha bemegyek, akkor... Aha. Hopp ki a brét. Ó, arra is lehet menni. Nézzük meg, hogy itt mi van. Ki ez a bajuszos Freddie Mercury köpenybe, baszki?
Mi a faszom ez? Nem lehet velük boxolni, vagy valami? Nem engedi. Ezek ilyen hangyakatonák. Hogy szölöknek, de legalább nem sebeznek, az a jó. Na, menj már be. Honnan jöttünk? Fentről? Most is felejtettem. Rém! Ó, az anyád. Ó, paszki. Erre még nem voltunk. Jaj! Jaj! Kimentem. És így néz a koponya. Hát, ez egy szar hely, menjünk innen a gecibe. Hát kimentem az évvel. Legalább nem döglöttünk meg. Nézzünk egy másik gémet, ne basszuk el rá az időt. Herbie in action. Ezt nem néztem még. De a Herbie, az a gondolom, az a kicsi kocsi kalandjai, ez a Volkswagen bogár. Arra gondolhat. Arra hát. Hát szerintem ez a legyen az egyes. Achtung! Viccesek ezek a... Legyünk a Herbie-vel, na. Jaj, bazd meg. Hát... Egyes, Achtung. Német fej... Fasz ki az anyádat, basszod meg. Az Azték Challenge életérzésem van, bazd meg. Az apki meg útról se lehet lemenni. Achtung. Ó, hogy rohadjon meg az anyád. Hú, de geci játék ez. Ez a könnyű szint. De bazd meg, ez a fekete kocsikkal nem tudok mit csinálni. Azok olyan gyorsan belém jönnek, hogy kész. Na, az elsőt elkerültük. És érted, csak egyenes úton megyek, tehát úgy megdöglök, bazd meg. Na. Ahogy éreztem, hogy onnan fog jönni. Ó, Runde 2, Winter. Ez a téli pálya. Ó, majd egy picit slégan is közlekednek, mert van kék autó is. Jaj! A kék a leggyorsabb. Vagy a leglassabb. Paszki! Hú, ez meleg volt. Runde Nacht 3. Éjszakai vezetés. Most ez zöld a leggyorsabb. Baszki! Nagyon normál. Achtung, előről kezdi ez a csöcsöm szájú. Volt ez nagyon hardcore bazm. Ó, bassz, mert kitöröm a joystickot annyira. Én reagálok, csak a kocsi túl lassú hozzá, hogy ennyit kanyarodjon. Baszki! Na jó van. Na még egyest.
Mi ez a B-22-es bombázó hang a kocsinak, bazd meg? Ez ilyen Flying Fortress, vagy mi a geci? Hát ez mondjuk valami kanyar lehet a pályában, nem azért. Kötekedjek, faszki! Achtung. Most kipróbálunk egy érdekességet. Kimentem. Hát nem jött össze. Persze hittük, hogy jobb lesz. Baszki! Rögtön az első másodpercben, bazd meg. Menj te faszomba. Nem rossz játék, de nem is jó. Horror flip. Nézzük meg ezt. Jézusom. Hű, azt hiszem a... Hú, bassz meg. Hűha. Na, ezért totál Atari hangja van. A hang az totál Atari. Csak valamivel ki kéne lőni. Tehát space-szel meg a kontrollal tudjuk ezért basszcsizni. De szerintem itt joystickot kell állítani. Na hát ez eddig az ACDC-snél is aljább. Megmondom neked még az Atari-snál. Na, az ACDC flippernél szarabbat sikerült találni. Már ki se tudjuk lőni a golyót. Jó van, ez volt a horror flipper. Hát ez nagyon-nagyon okádék. Hungaroring. Gulas intro music zimpirulez. Csak hogy én nem hallok semmit. Na. Joystickra reagál. Hát szeretném, hogyha magyarul lenne. Írta Gáspár László Szőlősi György. F3-mal nyomunk, gyakoroljunk. Na, egész jónak tűnik. Hungaroring, Budapest. Oké, csak... Hát itt valami nem jó. Joystick, szerintem... Enable. Szopd ki a brét. Jaj, Istenem, hogy... Kuki. Tehát még a tűzgombot se kell nyomni. De sodródik a kocsi úgy, mint a vadállat. De kell a tűzgomb azért. De majd széttöröm a joystickot, bazd meg, hogy úton tudjam tartani ezt a fost.
anyádba mennyi, ott a paraszt templom, ott a zsúfedeles kis templom a sarokba. Mi van ott a Hungaroringen? Mi van ott? Várjál, milyen település van ott a Hungaroring mellett? Már is felejtettem. Még nemrég volt, mikor egy fél éve voltam arra kocsiba. Zsabban vittek kocsival arra fel. Az a hang, geci. Tehát itt egyszerre kell a fölfelét, meg a tűzgombot is nyomni. Nagyon jó. Már mondjuk egy kis térképet a sarokba kirakhattak volna, hogy néha kuki van. Hát csak így a szarlamentet kellene odarakniuk, bazd meg, hogy... Tényleg elhiggyük, hogy Magyarországon vagyunk. Az direkt, hogy nem is oda illene, bazd meg, de... Bár vannak ilyen kisebb települések, mondjuk így. Hungaroring felett, mellett. És hirtelen meg nem mondom, bazd meg, mi van ott. Melyik település. Ott van az a gyerekfalu is, amit most a széldették, tüntetnek, hogy ne zárják be. Lerohadt a kocsid, jó van. Kösz. Hungaroring, Hungari Rally. Nézzük. Milyen gyerek otthon, bazd meg, minden. Na mindegy, leszorom. Yes. Hungari Rally. Seres Tivadar. Nyújj, bazd meg! Hát igen, bazd meg, hát én is úgy emlékszem a Hungaroringre, hogy ilyen lézerfegyverek voltak rárakva azért. Igen, öregasszonyokat, néger öregasszonyokat kell elbaszni az utcán. Hungari Rally, hát bazd meg, lassan már ilyen lesz. Kátyuk azok ott vannak, tehát azt eltalálták. Az hozza a magyar életérzést. Cigányasszonyok, akik ott mennek lézerfegyverrel, talán még az is, bazd meg. Mi van még itt? A panelházak, oké? Okay. Mi lesz, pocsolja? Nem. Há, kurtam valakit. A Hungaroring Rally. Itt is egy. L1. Á, kicsit sem volt rasszista, egy ilyen fekete bőrű asszonyokat belerakni az éve, bazd meg. Tök jó, hogy el is baszhatod őket amúgy. Ez Zola Actionnek a Forma 1-es változata? Ó, lehet erre is jönni. A rohadt életben maradt. Legalább gázoljuk már néhányat. Ez lassít a kátyú, értem. Ó,
mi van itt már? Repülőtérben? Ah, pályát léptünk. Geci. Nézzek, kalapos zsidó az. Elbasz. Ó, már tankok is lőnek. Ja. Egy lövés, egy tank. Hát az... Nem semmi, bazd. Vagy ez már az M3-as autópálya, tehát már négy sáv megvan. Hungari rally, bazd meg. A knák. Ezért oda ver, bazd. Ó, mi az a nagy, nagy ezé, bazd meg. Mi volt ez? Jó, nem egy lövéses halál, ezer éve nem élnék, bazon. Ja, hát ki se tudok onnan menni. Már a Holdon vagyunk, bazd meg. Vagy ez éjszaka? Ez fák lennének? Hát a űrbe mennénk, bazd meg. Gyerek nem nagyon foglalkozott a sebzéssel, úgy látom. Cigányasszony, ja. Nem rossz ez a játék, komolyan mondom, ez fasz a játék. Nem szabad abba hagyni a lövést, mert rögtön megúszszák ezek a geciket. Zseniálisak ezek a régi Commodore 64 játékok. Ezeket még ilyen házilag rakták össze. Van benne annyi ötlet, komolyan mondom. Annyi hülyeséget bele lehetett rakni régen. Nem cenzúrázták a játékokat, mindenfajta rasszista vagy szexista cuccal tele lehetett pakolni. Röhögtek rajta az emberek, most meg már lipsik, már... Már égetnék a floppy lemezeket, bazd meg. Kíváncsi vagyok, mi lesz a vége neki. Reméljük nem az lesz, hogy előről kezd az egész, bazd meg. De a végtelenített gyilkolás az egész. Már volt arra is példa. De szerintem nem is ez a lényeg, hogy meghalljuk, hanem szerintem a score pont szedés. Ki hány pontot szed össze a játékba. Nem tudom, hogy ennek lenne két playeres verziója. Ahogy akarnánk ebből két playeres verziót. Csak azért beszélek ennyire hangosan, mert jó von az. Üvölt a játék a fülembe, és előről kezd. Hát akkor elmondhatom, hogy kijátszottam ezt a gémet. Hát nagyszerű. Hát ez egy végtelenített szar. Hát igen, láttuk már erre példát. Hát van ilyen. Na, hát ez nem volt rossz. Hungari Rally. Vadászat a Vörös Októberre. Na.
kíváncsi vagyok, ez milyen játék lesz. A film az nagyon jó volt. Kíváncsi vagyok, hogy visszaadja legalább minimálisan a filmnek a hangulatát. Ó. Most mi a fütykös kell csinálni? És nyomkodok itt mindent. Ez mi? Ez lennék én itt? Ezt a sarló kalapácsot kell mozgatni. Aha. Lőttünk, oké, de kit? Hoppa. Most víz felszínén vagyunk, vagy hol a fütykösön? Igen. Várjál. Fire. Ó, bazzag. És elméletileg. Mi ez a lock? 346. De nem érzékel, hogy fordulunk, csak így a szám az látom, hogy megy. Hű, geci. Hát ez tényleg kéne játékfüzet szerintem. Ez látom, azért van annyira jó zé a játék, hogy ez egy nem olyan otthon összekakilt szar. Hát valami történt. Hát... Ja, valamit elbasztunk. Hát igen, ez már egy... egy játékfüzet kellene. Na, Hysteria. Ez van a minin is kiadva. Sokat játszottam vele. Kíváncsi vagyok, hogy... hogyan fog... hasítani itt az emulátoron. Várjál. Lives. Örök élet. Infinity. Yes! Hát várni kell. Vagy kifagyott volna a játék? Anyádat. Ezt nem szereti, úgy tűnik. Pont a Hysteria baszkódott meg. Miért? Hát akkor nem nyomunk be örök életet, akkor játszunk anélkül. Hát, hogyha rendbe fog menni. Pedig nem lett volna rossz így gyakorlásképpen. Tök jó zenéje van ennek is. Fárom. Vagy ez nem az a Hysteria. Press fire. Akkor lehet, hogy állítani kell. Haha, well done. Thank you.
Hát bazd meg. Nem nagyon akar reagálni semmire. Hát... Szopja ki a faszt. Pedig ez egy nagyon jó játék. Ez egy nagyon jó játék. C64, zip. Szerintem szóval ezek nem fognak menni, ezek D. D64. Kibernoid, ez T64-es, na nézzük. Cybernoid. Joystick. Tök jó zenéje. Mi nem lehet fölmenni? Baszki. Hát már jobb billentyűzetem mondjuk. Szop ki a brét. Szemtől kine... Start game. Ba. Kurva anyádat, ne jó van. Menjünk a zipbe. Ide raktam az összes játékot, kicsomagoltam már. Dark Sky Over Paradise. Azt nem ismerjük. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Milyen lesz. Lofasz. Szöveges játékot köszönjük, nem kérünk. Ez egy vicces játék lesz, de elindítom, mert annyira nem jött be. De azért bemutatást azért megér egy ilyen fél percet. Ilyen kovbolyos játék ez. Anyádat. Büdös indián. Pazd meg. Ó, te büdös részbőrű. Te rászista. Kijött a barlangból az indián. Fejbe is lövöldöztük. Indián szaladja Fing után. Na jó van. Oké, ez kb. Ennyit is ért. Mocsárharcosát próbáltuk. Az át, azt próbáltuk. Animuit. Is peli. Na mi ez, nem tudom mi ez, de menjem. Ott a hetki.
Ez valami Finlandia? Ez egy szar. Ne jó. Az és Spiel. Abrakadabra. Ez rémlik ez a game. Már kezd kockásodni a seggem. Aha. Hangja az nincs. Ez szóval megöltek. Jó, hogy bazd meg ezt. Hát nagyon sok hitvány game van. Commodore-on. Ez a baj, visszadob az elejére. Ez nagyon-nagyon jó. Ez nagyon-nagyon-nagyon nem jó. Hát igen, ez az State Challenge. Hát ez ilyen kis levezetőnek jó lesz. Állíthatunk megint Joyát. Semmi baj. Kurva! Baszki! Bazd meg! A kurva anyádat! Ebben látjátok így kamerán ezt a vad joystick mozgást, amit ennél a játéknál csinálni kell. Ez az. Kurva anyád, basz! De mi? Mindig az ellenkező irányba nyomom, ahova kéne. Ki. Azt a homlokon lövős anyádba már. Baszki! Amilyen egyszerű ez a játék, olyan nehéz. Bazd meg! Na végre már. Jellemző. Ez most mi volt? Ráugrottam bazd meg a láncsa. Lángyira. Baszki!
Hoppá! Kurva! Soha nem jutok el a kurva piramisigba, ez még. Meg kell várni, míg kitörik a láncsa. Az egy jó megoldás lehet. Már meghallom a hangját, már rántom, és ez nem biztos, hogy jó. Hát, későn, zétem. Ó. Oh. Má! Baszki. Koncentrálni kell. Ugyanezet csinálták a Forbidden Forest-et és a Cosmi. Cosmi az egy király cég. Nagyon sok jó a kurva anyád. Nagyon sok jó játéka van. Bazd meg. Ez tényleg ilyen gyerekeknek a reflexére van kitalálva. Nem tudhatod, hogy honnan jönne az izé. Tehát nem lehet betanulni, mert mindig máshonnan jön a cucc. Kurva anyád. Baszki. 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 Lőni telibe a másikat ilyenkor. Kurve! Nem is láttam, bazd meg. Jó, köszönjük, most ez ennyi elég volt mára. Mit visszatekerti ezért. Be Super Vajter. Aniki to start. Hát ez egy, ezt inkább adjuk. Erre szóval első ránézésre azt mondom, hogy ezzel nincs kedvem játszni. Asidu, Asmir. Na nézzük ezt az Asmirt, hogy ez mi lehet. Ó, geci.
Ó. Oh. Ejjjaj, hagyjuk ezt is. Szerintem ez nem a... Gloves of Disappear, ez melyik lehet? Vagy milyen lehet? Kalandjáték, amivel nincsen probléma. Csak miért nincsen? Magyarul. Mickey Mouse. Sátáni Mickey egér. Yes. Tehát itt mozgatja a joystick. Soundot azt nem hallok. Na. Geci. Jaj, bazza, ön nézel ki, te fasz. Hogy már innen egeszi behe? Jézus Isten, bazd meg. Mi kell gér a trutyi kastélyba, bazdom? Ez nem rossz. Ez már mehet a jó játékok könyvtárba. Egy kis felülnézet is van neki. Kíváncsi vagyok, ez egy hivatalos Disney játéke. Az Adams Family zenéje van, baszki. Anyádat. Vegyük fel azt a P betűt. Hát ha valami
Jaj, anyád! Ne! Ó! Te szemét! Szívecske! HP pótlás! Hogy halálfej, ezt nézzük meg, hogy micsoda. Hát, ezt nem szabad felvenni. Lement egy élet. Mert még egy. Ó, van egy kalapács. Mi ez a... Minek az oda? Szerszámokat kéne gyűjteni, vagy mi az Isten lenne a cél? Szög, kalapács. Oké, hát azt a büdös rohadt sószórozzuk a szellemeket. Azt a mindenit neki nem ár. Aj. Aj, Frankenstein! Jött az szemet megölni. De most mi a faszom van veled, bazd meg! Ó, ebben a játékból most már elég volt. Jaj. Kozmikus kommandó, nézzük meg. Most ilyen Atari gémekhez nincs kedvem. Ez ilyen Atari színvonal. Blackjack, hát Black Knight véletlen. Na jó, Blackjacket akartam, de a Black Knight-tal nincs baj. Hát egy jó játékot találunk véletlenül. Ó! Az ilyeneket szeretjük. Press fire to start, tehát joystick állítás. Y tengely. Enable. GGG. Lefejeztük a... Várj, nem is én játszok. Press fire to start. De most állítottam, és vissza kell állítani a joystickot, tehát még nyomkodtam. Nem értem én ezt. Hát ez nem akar menni. Ez nem szeretne menni, pedig így nem néznek így szarul. Call of Cthulhu. Ó. Azokat szeretjük. Nem is tudta, hogy Cthulhus játék volt Commodore-ra. Hát, biztos nem hivatalos, de... Meglátjuk, hogy milyen lesz. Hú. Jézus Isten! Ezek olvasták a könyvet? Nem azért, hogy kötekedjek. Ez bazzaga, ez geci.
Ez, na. Nem rossz a játék, csak miért Call of Cthulhu? Vagy megcsinálták ilyen pilótás szimulátorosra így azért, amikor a szörnyek előzönlik a világot? Vagy mi az Isten nyila? Nem hiszem, hogy a Lovecraftnek volt egy ilyen novellája, hogy ment a repülő és írtotta volna szörnyeket, de hát... Tujákat ki kell kerülni, úgy látom, mert... Kommandó 2. Az egy az jó volt, azt tudom. Lehet még látni? Hát lehet látni a kezemet, picikét sötéten, de még ez a, ezért nem rossz hozzá. Jó. Kommandó 2. A zene az kaja. The second version. Az a játék, isteni! Rob Hubbard egy zenés zseni egyszerűen. Tompa vagyok én most ehhez. Cluedo, Cluedo, az sejtem milyen, de nem, valószínűleg nem fog nekem tetszeni, de ezzel elindítjuk. No, egy golf lenne, az nem biztos, hogy rossz lenne. A golfos játékokat szeretem. Faterom is sokat játszott vele. Még annó sokat golfozott, bár nem ez volt a címe, nem ilyen golfos volt. Úgy hiszem, golfos volt, csak nem ilyen grafikájú, hanem egy ilyen picikét ilyen 3D-sebb, ilyen realisztikusabb. Az már ilyen 90-es évek eleje gyártott a Commodore-os program. Jó, settings, Joya.
És Zom. Hát akkor lehet Zom a nevem, oké. LKK. LKK. Legyen mondjuk. Bazd meg az anyád. Ez egy társas játék leszimulálva. Ludo. Na hányas dobunk? Kettes. Ez valami nyomozós társas játék? Nem egy rossz game, ez csak érteni kéne hozzá, meg kedvis kellene hozzá, hogy játszogassunk. Kiborg. Nézzük a kiborgot. Joystickra reagált. Azért váltogatom így egyébként a játékokat, tehát ez csak egy ilyen áttekintés, tehát így belenézek, játszogatok vele. Hát, hogyha lesz egy-kettő érdekes dolog, amit észreveszek. Na, ez Kiborg ez a neve. Előbb tudtunk menni. Na. Állítsunk. Pedig ez nem lenne rossz így. Csak előbb elindult és utána most leállt. Ezt nem tudom, hogy miért csinálja. A mocsár harcosát próbáltam már, nem nagyon akart elindulni. Azt hiszem ezt az első részben próbáltam indítgatni. Nem sok sikerrel. Sajnálatos módon. Na ennyire vagyok vadkretén. Hát. Jó. Sem baj. Ezek a portolgatások nagyon unalmasak tudnak lenni. Semmi, jó van. Most akar menni. Eurostar Soccer 88. Hűha. Geci. Türkei, Krishnland, játszunk Ungarnal. Österek. Na, a magyarokat már ki lehetett választani. Jaj!
Cselezd már le, rúgd már le a fejét neki. Kurva anyád, basszájba te! Nem látom a játékosom, nem áll. Hát persze, hogy ezért miről ment ki. Kurva anyádat, passziven te! Faszom antijátékból le, bazd meg. Hammerboy, na nézzük. Ezt még nézzük meg. Hammerboy, geci. Space. Ungarn. Joystick. És én hon vagyok? Oké, okay, egy ilyen szőke kisgyerekkel buziskodok. Ebből elég volt ennyi. Ez volt így Cryptogamernek az e-napi adásra. Elköszönök, még jelentkezek egy World of Warcraft videóval, nem úgy, mint a múltkor. Elköszönök, sziasztok!